Zenére vonult fel a színpadra Kósa Lajos a Fidelitas szombati kongresszusán. Fiatalok, ebbe a tarlóst is beleértem. A Fidesz volt kampányfőnöke az önkormányzati választás eredményét elemezte. Azt fejtegette, hogy az ellenzéki pártok olyan technikai koalíciót kötöttek, amire ellentétes világnézetű szavazók is szavaztak. A zsidók kénytelenek voltak, vagy lehet, hogy jól is esett nekik, a nyilas vitézt megszavazni a Hajdú-Bihar megyei közgyűlésben, aki Kulcsár Gergely beleköpött a Dunaparti cipőkbe. Tisztelettel köszöntöm. Kulcsár Gergely a Jobbik volt országgyűlési képviselője. 2011-ben egy pártársainak írt levélben Vidámhelynek nevezte a holokauszt áldozatainak emléket állító Dunaparti szoborcsoportot, és azt állította, beleköpött az egyik cipőbe. Kulcsár Gergely a Jobbik listájáról bekerült a Hajdú-Bihar megyei közgyűlésbe. Köszönöm szépen. Kósa Lajos kijelentését több zsidó egyház és szervezet is visszautasította. Köves Lomó, a kormánnyal jó viszonyt tápoló egységes magyarországi izraelita hitközség vezetője egy véleménycikkben azt írta, visszautasítja, hogy bármelyik magyar politikai párt erkölcstelenségét vagy éppen következetlenségének a terhét bárki a zsidóságra terhelje át. A Tett és Védelem civil szervezet szerint a beszéd hangvétele a deportált zsidók emlékét sérti. A Mazsihisz elnöke az RTL Híradónak durvának nevezte Kósa Lajos szavait. Magyarul zsidózott, ami egy Fidesz vezetőtől az elég furcsa jelenség. Heisler András találkozót kért a miniszterelnöktől, mert szerinte több aggasztó dolog történt az elmúlt hetekben. Például antiszemita plakátok jelentek meg az Index újságíróiról. A héten fogok írni egy levelet a miniszterelnök úrnak, és kérek abban lehetőséget arra, hogy üljünk le és beszéljük végig ezeket a folyamatokat, mert ez tarthatatlan. Kósa Lajostól ma hiába kértünk interjút. A Facebookon arról írt, hogy mondatai talán félreérthetőek voltak. Azt írta, idézem, ha akár egyetlen magyar zsidó polgártársamat is megsértettem, úgy azért tőlük bocsánatot kérek.